A munkahelyek megvédése és a foglalkoztatottak számának további növelése érdekében a kormány idén 6 milliárd forintos kerettel hazai forrásból elindította a vállalkozó Start 2 programot. Induló egyéni vagy mikrovállalkozásoknak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek visszanemtérítendő támogatást akár 4,5 millió forint értékben. A program segítségével több mint 1000 új vállalkozás jöhet létre. Az eddigi tapasztalatokról is szó lesz a következő percekben. Imre Balázs kérdezi vendégét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a nézőknek! Szervusz Csaba! Itt van már velünk a stúdióban Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Államtitkár úr. Ez a vállalkozó Start 2 program, ez ugye arra hivatott a kormány szándékai szerint, hogy 1000 egyéni vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozást hozzon létre idehaza. Ez mit jelent pontosan, és hogyan hoznak létre ezeket? Így van, ugye nyáron hirdettük meg a programot, egész pontosan 1040 fő lesz az, aki a következő néhány hónapban el tudja indítani, majd az egyéni vállalkozását meg tudja valósítani a rég dédelgetett álmát. Ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy ugye itt a 18 és 64 éves korosztály, mindenki, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, pályázhatott erre a programra. Óriási érdeklődés volt, be kell valljam, hogy az első negyed órában le is fagyott az informatikai rendszerünk annak idején, mert nagyjából 10 000-en léptek föl, ami hát ugye egy komoly kihívást jelentett. Így nagyobb lett a merítési bázisunk, a munkánk egy kicsit több volt, de nagyon szívesen tettük ezt, a kollégáim az elmúlt heteket, hónapokat azzal töltötték, hogy megtalálják azokat a legalkalmasabb jelölteket, illetve ötleteket, amelyeket a későbbiekben majd ugye materiálissá lehet tenni, és lehet új vállalkozásokat indítani. Egyébként ugye most már látjuk az eredményeket, hogy honnan érkeztek, milyen jellegűek, és azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a legnagyobb fogyasztó Budapesten és Pest megyén kívül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Baranya vármegye, tehát gyakorlatilag olyan területekről érkeztek nagyon jó ötletek, ahol egyébként nagy szükség van az egyéni vállalkozások fejlesztésére. Ja, ha már erről beszélünk, akkor picit még ugorjunk vissza abban a szempontból, hogy kik pályázhattak, milyen feltételekkel, és akkor, amiről már részben beszélt, milyen típusú vállalkozások nyerhettek, és hogyan élhetnek majd a pályázathatta lehetőségekkel. Tehát ugye, ahogy említettem, 18-64 éves korosztály közötti minden magyar állampolgár, akinek jó ötlete van, és ugye innen indul tulajdonképpen a dolog, hogy le kell tenni egy jó üzleti tervet az asztalra, és hogyha azt ugye az illetékes bizottság el tudja fogadni, akkor lehet ehhez a visszanemtérítendő, ez 4,5 millió forintot jelent egyébként egyénenként hozzájutni. A 4,5 millió az úgy néz ki, hogy ebből 3 millió forint az egyéves bér és járulékokra fordítható, 1,5 millió forint pedig az egyéb költségekre, tehát akár anyagbeszerzésre, ami a vállalkozás indításához szükséges, vagy egyéb adminisztratív tevékenységre. Azt tudom mondani, ugye itt a tovább fűzve a dolgot, ugye területileg az előbb említettem, hogy állunk, a férfiak, nők aránya nagyjából ugyanannyi, a végzettséget tekintve a középfokú végzettségűek felülreprezentáltak, tehát nagyon sokan ezzel a végzettséggel jelentkeztek, és azt is látjuk, hogy azok a pályázók voltak a legsikeresebbek, akik eleve úgy jöttek oda már, hogy van egy jó ötletük, forrás oldalról kell őket megtámogatni, és itt aztán kérdeztem a kollégáimat, hogy mondjanak néhány jó, olyan érdekes dolgot, amivel találkoztak, és hát itt ömlött, hogy így fogalmazzak, a érdekesebbnél érdekesebb sztorik, nem tudom, időbe, térbe beférünk-e, akkor egyet-kettőt esetleg tudok. Volt például olyan, aki juhászként dolgozik, és a saját maga által készített ruhában érkezett meg, már a szóbeli elbeszélgetésre is, ugye nyilván ez egy komoly feltűnés jelent, és ugye ott derült ki, hogy ő gyakorlatilag saját maga készíti ezeket a termékeket, és ezen a vonalon szeretne majd tovább. Azért is jó, hogy ezt a példát említi államtitkár úr, mert
Azt ugye említettük, hogy a kormányzati szándék szerint milyen típusú vállalkozások létrehozását szeretnék elérni, de a másik fontos cél pedig az önfoglalkoztatás elősegítése, és ebből a szempontból lehet, hogy ez a juhász példa, ez megfelelő volt. Ez be fogja váltani ezt a fajta várakozást? Hogy látja? Abszolút mértékben, hogy azért hívják kettesnek a programot, mert már volt egy ilyen, és ugye annak a tapasztalata az, hogy ugye 12 hónap támogatás után 12 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettség van, és azt látjuk, hogy nem 12 hónapig él az a vállalkozás, hanem jóval utána is. Tehát ezeknek a vállalkozásoknak a döntő többsége tartósan megmarad, képes megmaradni a piacon és értéket termelni, amellett, hogy egyébként ugye minimum egy embernek, de akár többnek is, hiszen alkalmazhat is munkalehetőséget biztosít. Maradt még két percünk, azt még két különböző témára fordítsuk. Az egyik az, hogy új rekord született Magyarországon a foglalkoztatás tekintve. Július és szeptember között ugye majdnem 4.741.000 ember dolgozott a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Ez azért rekord, mert ez több, mint a Covid előtti szám volt. Egyrészt, másrészt, ha levonjuk a közmunkásokat és a rövid ideje külföldön dolgozókat, akkor azt látjuk, hogy 4.562.000 dolgozót kapunk. Ezek szerint az elsődleges, úgymond elsődleges munkaerőpiac is jól teljesít. Abszolút mértékben, ugye ez nem az elmúlt néhány hónap, hanem gyakorlatilag az elmúlt 13 év eredménye. Volt itt Covid, ugye volt itt infláció, tehát nagyon sok ugye háborús helyzet, és annak ellenére megbecsülendő ugye ez az adat, hogy a nehézségek ellenére is képes volt a magyar munkaerőpiac nem csak hogy stabilizálni magát, hanem adott esetben növekedni, fejlődni. Nyilván emögött sok mindennek kell lennie, a munkáltatók is megtanulták azt, hogy a leghasználhatóbb embereket mindenképpen érdemes tartani, de emellett a magyar kormány is számos olyan segítséget adott a nehéz időszakban is, ami segítette a túlélést a vállalkozásoknak, illetve nagyon sok olyan beruházás van csőre töltve, idézőjelbe Magyarországon, ami a következő időszakban újabb munkáskezeket fog igényelni. És akkor még egy nagyon pici időnk maradt, ugye folytatódik tovább, és a remények szerint hamarosan megszülethet a tárgyalások eredményeként egy megállapodás az érdekképviseletek, tehát a munkavállalók és a munkadók, illetve a kormány képviselői között a minimálbérről és a garantált bérminimumról. Hogy állnak ezek a tárgyalások, mire számíthat? Folytatjuk a tárgyalásokat. Ugye itt a november közepe lesz egy érdekes dátum, amikor a GDP adatok, ugye a harmadik negyedéves GDP adatok megjelennek, és érdemben tudjuk folytatni. Egyébként pedig éppen holnap lesz a következő tárgyalási nap, ahol Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter úr fog egy kicsit hátralépve szélesebb spektrumban az érintettekkel a gazdaság jövőjéről beszélni. Várjuk a fejleményeket, államtitkár úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt.